Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Aki ma velem van... Pifko Krisztián alias Mujó. Na, ott a Mu-nál már egész jó volt a hangerő, egyébként írták, hogy mindig csendes vagy. Te, neked az volt a megoldásod erre, hogy mi is beszéljünk ugyanolyan halkan. Igen, ez lenne a remek megoldás. Nekem nem kell hangosabban beszélni, ti viszont könnyedén tudtok halkabban beszélni, és akkor egy ilyen természetes normalizálás hajtódik végre. Fifika nincsen velünk, még mindig kint van Angliában. Áruló. Nem én mondtam. És Blackinél is most program volt. Indulásként szerintem hallgassuk meg, hogy hol voltunk múlt héten. De kérdelek, fiam. Itt vagyunk helyszíni közvetítés a tüntetésről, Mujóval, szó szerint a tömegben, és a többi gőzölgővel. Gyors körkérdés, Mujó, mit tegyünk föl nekik? Kérdéseket. Zseniális vagy. Oszikám, Oszikám, miért jöttél ki ide ma velünk? Hát mert itt vagytok ti is, és akkor itt közösen gőzölünk, fújjuk a gőzt. Ennyi? Nem félsz attól, hogy nem lesz megrendelésed, mert sokba kerül meglátogatni az oldalad? A vízágyúktól félek. Köszönöm szépen. Kihez menjünk tovább? Oszító, még megkérdezném, hogy készíti-e már az áruháznak az adóra optimalizált verzióját? Oszi nevet. Jó, gyere, menjünk tovább, akkor a következő... Nagyinak sikerült örömet szerezni, fogd meg! Itt akárhol. Most közvetitek, tolmácsolok, éppen Typhoon Scarabeusba teszik bele fordítva az aksit. Na gyere, Béla, interjú a következő adáshoz. Na. Miért jöttél ma ide ki velünk? Gőzölni. Mert hogy begőzöltünk az internetadó miatt, és most itt kieresztjük a gőzt. Hányan vagyunk itt? Elcigisek vagy úgy unblock? Hát most ez elegáns lenne azt mondani, hogy itt felvonulás van, de ezt mi szerveztük, nem? Igen, az elcigiseken kívül van még néhány ember, de azt kell mondanom, hogy tele van a tér. Zsír. Tényleg zsír. Ez de bolond. Jó, menjünk tovább. Na, rád nem vagyok kíváncsi, Csirik Laci. Megyek tovább Bélához. Szevasz, Bélám, örülök, hogy itt vagy. Szevasztok, üdvözlök mindenkit és minden elcigist és minden magyar embert. Itt vagyunk a hősök terén, vagy mi ez, hol vagyunk? Ez nem a hősök. Ez most tényleg frankó között? Ez a József Nádor tér. Tudom, József Nádor téret. Kibaszott sok elcigis van itt, gyerekek. 35-36 ezer emberről tudok beszélni. Így első körbe. Meg a szervezők egy páron. Igen. Meg a szervezők, így van, és annyit még hozzátennék, hogy a Nagyi annyi húzalt elbaszott az 1-8 hómos tekerésére, hogy 4 kazán tudtunk volna annyi húzalból megtekerni. Én ezt nem kommentálom. Jó, tekerőbajnok, köszönöm, az akkor is én vagyok. Köszönöm szépen. Csirik Laci, akkor téged is, ha már itt vagy, miért jöttél ide? Én azért jöttem ide, mert minden barátom itt van, és egyszerűen ugye az ercigiért harcolok az országért. Ez, amit itt be akarnak vezetni, ez nonsens. Már melyik része a nonsens? Hát én azt mondom neked, hogy az internetért megadóztatni az elég érdekes. Az elcigit betiltani hülyeségek miatt, amit ők úgy eldöntettek azért, mert nekik nem jön be a lóvé, az is elég érdekes. Tehát én nonsensnek tartom azt, hogy valaki azt mondja, hogy nekem nem dől a lóvé, akkor a másikat tiltsuk be. Tehát ez ugyanolyan, mint a Kádár rendszerben, 8 órát nem kapunk italt. Te akkor már éltél? Igen, én akkor már katona voltam. Milyen öreg vagy? Kérdésed, Mujó? Nincsen. Mujó nagyon konstruktív ma. Után futok neked, Charlie. Na mi a helyzet, Nagyi? Semmi, imádom a társaságot, ennyi. Mind a 37 ezer ember? Mindet, főként titeket. Ennek igazán örülök. Na, most viszont elkezdődik a program, úgyhogy mindenkitől elköszönünk. Sziasztok! Vastag Csabi lesz. Na, érdekes volt egyéb iránt. Érdekes volt, és ma volt, én pont onnan jöttem egyébként a harmadik felvonásról, mert ugye ma este 6-kor volt az újabb, a visszavonás kapcsán történő demonstráció, úgyhogy én onnan érkeztem, egy kicsivel kevesebben voltunk, de még így is nagyon-nagyon sokan voltunk, és megörültünk neki, hogy sikerült elérni, hogy egy kicsit visszább húzzák az avarakat. Igen, az jó pofa volt.
a múltkori megmozdulás pont, ahonnan ezt a hanganyagot bevágtuk, vagy bevágtam. Mi nem mentünk végig az Andrássy úton, ti elmentetek egész a Hősök teréig, ha jól emlékszem, mert még onnan is küldtél képet. Igen, igen, mi végig mentünk, mások leragadtak egy italboltnál. Vittél elektronikai hulladékot, amit aztán később elhelyeztél a székház kertjében? Nem, én nem vittem semmi ilyesmit sajnos. Elhatárolódunk az ilyenektől. Hát meg is kaptam otthon rendesen, mert hogy ugye IT szakmunkásként az évek alatt elkerülhetetlen, hogy irdatlan mennyiségű használhatatlan USD hardware halmozódjon föl, és párom örült volna neki, hogyha ettől ezúttal megszabadulok, de sajnos ez nem jött össze. Lehet tovább otthon kerülgetni. Ami érdekességét és apropóját adja a mai műsorunknak, vagy podcastünknek, hogy ez az első kitelepülésünk. Mert hogy a... Majdnem azt mondtam, hogy a Villanypára Egyesület szervezi, de nem. Talon szervezett egy cloud chasing party, tehát az első hivatalosnak mondható cloud chasing party. Itt vagyunk az Aradi utcában, teljesen offline telefonra beszélgettünk. Kicsit a háttérzajból talán, ami beszűrődik, lehet hallani, hogy kint jókedvűen töltik az idejüket. Épp most bekandikált Talon, és aztán meg is hihetettől, mert hogy az ajtó félig ránk van húzva, semmi olyat nem csinálunk, ami törvénybe ütközne, és nem úgy szeretjük egymást, ahogy azt itt néhányan gondolják. Minden esetre dől be már ide is ezen a résnyi ajtó a gőz, úgyhogy érdekes lesz kitalálnunk majd innen. Vágni lehet a gőzt odakint, teljesen jó pofa, és igen, egy ilyen rendhagyó adással jelentkezünk egy élő felvétellel, hogyha van igen, ilyen. Egy élő offline adással. Azért vannak nekünk érdekességeink a hétről, amit összegyűjtögettünk. Rögtön az első neki mennék, és most nem a show notes most papír alapon itt van előttünk, és itt zörög a kezünkben. Az első az rögtön az elektromos cigaretta életani hatásait taglalja ez a tanulmány. Ez az otsmti.hu-n van, és igen, nekem kicsit fura volt, minthogyha egy boltnak, vagy egy e-cigihez közeli szervezetnek vette volna át a hírét ez az oldal, és ez egy ilyen agregált híroldal lenne, nem tudom, hogy jó-e a megérzésem. Igen, teljesen. Ott is van elektromos cigaretta áruház, egy nem kimondott nevű elektromos cigaretta áruházon jelent meg a fordítás. Ami egyébként öreg barátunk Ricardo Poloza professzor kezét dicséri, aki ugye egyike annak az 50-valahány tudós emberkének, aki írogatja a leveleket a különféle szabályozó szerveknek szanaszéjjel a világba, és egyike Európában a tudományos közegből azoknak az arcoknak, akik kiáll mellettünk, vaperek mellett, és aktívan hirdeti, hogy az elektromos cigaretta már pedig jó. Ahogy olvastam egyébként, itt is megint elő kellett, hogy kerüljön az e-cigaretta gőzének a fémtartalma. Ismét és megint. Igen, igen, igen. Ha gondolod, föl is olvasom, hogy mit mond az öreg Ricardo úr. Szerintem olvassuk, mert hogy a WHO-nak ugye elég volt ezt egyszer bedobni a köztudatba, és lámasz mindenki benyalta és felnyalta, úgyhogy mi is ragadjunk meg minden alkalmat, hogy elmondjuk, hogy mi, miért nem úgy van, ahogy ők azt gondolják? Hát Ricardo Poloza ezt a következőképpen fogalmazza meg az e-cigaretta gőzének fémtartalmáról. A közelmúltban a média megszellőztette azt a hírt, hogy az e-cigaretta gőze fémeket tartalmaz. Ezen a szálon elindulva szükségesnek láttuk a további vizsgálatokat, elemzéseket. A jelenlegi eredmények azt mutatják, hogy az e-cigaretták gőze valóban tartalmaz fémeket, azonban elhanyagolható mennyiségben. Jóval az amerikai gyógyszerkönyv által megengedett szint alatt marad a napi bevitel. A talált értékek messze alacsonyabbak, mint a normál cigaretta füstjénél,
ott egy kis nyelvtani, mindegy, mely több mint 7000 mérgező anyagot, több mint 40 féle elismert rákkeltő anyagot tartalmaz. Kimondhatjuk, hogy az e-cigaretta gőze csak nyomokban tartalmaz fémeket, mely értékeknek egészségügyi kockázata nincs, kizárólag csak pánikkeltésre, bulvárforgalom növelésére alkalmasak. Figyelembe véve a környezetvédelmi ügynökségek jelentéseit a városi légszennyezésről, megállapíthatjuk, hogy egyetlen nagyvárosi forgalomban töltött óra alatt több fémet lélegzünk be, mint egy napi e-cigarettázás során. Amit már mi múltkor el is mondtunk, ugye, hogy ilyen fémtartalom a burgonyától kezdve a brokkolin át a karfiol és a padlizsánban is akár találhatunk ilyen fémeket, mint amiket ők az elektromos cigihez akarnak kötni, és arra akarnak ráfűzni, hogy ezért is káros egyébként a dolog, vagy mondjak történetet. Történetet mondják. Ennyi. De a jó professzor itt még nem fejezi be, háttér ezután az e-cigaretta hatására a légzőszervekre és az asztmára, amely kapcsán azt mondja. Szintén a média szellőzteti azt a hírt, hogy az elektromos cigaretta használata tüdőgyulladást és más légúti megbetegedéseket okoz. Hogy ez mennyire komoly? Sem ennyire. Az exogén lipoi tüdőgyulladás egy nagyon ritka állapot, ugye Spanyolországban volt az a hiszti, hogy egy ember lipoid pneumóniát kapott, és azt rettenetesen fölkapta az ottani sajtó. Erről beszél ő most itt. Az exogén lipoid tüdőgyulladás egy nagyon ritka állapot, mely többnyire az olajalapú hashajtók, ajakbalzsamok és ízesített szájfények használatakor fordulat elő. Az elmúlt években összesen két esetben hozták összefüggésbe az e-cigarettát a lipoid tüdőgyulladással, az Egyesült Államokban, illetve Spanyolországban. Kiértékelve a klinikai eredményeket, arra a következtetésre jutottunk, hogy ezek az összefüggések sem valósak, pusztán spekulációk. Mindkét esetben sikerült megtalálni a tényleges kiváltó okot. Az aszmás dohányosok vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy aki áttért a rendszeres elektromos cigaretta használatra, objektív és szubjektív javulást ért el már az első hetekben. Ugye ezt a tanulmányt, ezt a vizsgálatot is kiveséztük egy korábbi adásban. Igen, de azért elkeserítő, nem, hogy amit az előbb is mondtam, hogy a WHO egyszer ezt így bepöccintette, és azóta mi folyamatosan azért, nem csak mi, ugye minden hasonló formátumú platformon azon küzdünk, hogy bebizonyítsuk ennek az alapvetően badarságnak az ellentétét. Igen, és hát rendkívül nehéz dolgunk van, mert ugye itt arról van szó, hogy láthatjuk évek óta, mióta igazából ez az egész szabályozás mizéria elkezdődött a világban és azon belül is Európában, hogy az a jellemző, hogy a valamelyes súllyal rendelkező intézmények vagy közegészségügyi funkcionáriusok egész egyszerűen pánikkeltő híreket dobnak be a közösbe, amit aztán a bulvár média teljesen boldogan fölcsemegéz, és még nagyobbra fúj, és aztán megy a hisztéria keltés szanaszéllyel. Az, hogy menet közben tanult, köztiszteletnek örvendő tudós emberek ezt cáfolják, és több száz oldalnyi tanulmány áll rendelkezésre, ami az összes ilyen badarságot cáfolja, ez pedig utána nem kap semmiféle sajtó visszhangot, hát ez köszönhetjük a bulvár sajtónak, meg az előbb említett hisztériakeltő közegészségügyis és szabályozásmániás puritán úriembereknek és hölgyeknek. Lehet, hogy nekünk is olyan cikkeket kéne írnunk, hogy halál, ez lenne a főcím, tudod, H1 headline-nal, és alatta, hogy szerencsére, ezen a héten senki nem halt meg az elektromos cigaretta következményeként, illetve használatából adódóan, de a cím mindenképpen kattintás mágnes lenne, és bevonzaná a hülyeséget, illetve nem a hülyeséget, hanem a hülyéket, akik csak a címre ugranak. És aztán jól megtudnák, hogy miről is van szó. Én ezen szerintem egyszer kifakadtam már, hogyha a szenzációhajhászásra gyúr a sajtó, és erre van szüksége, hogy igazából nem nagyon kell messzire menni elektromos cigaretta témába, hogyha valaki szenzációra vadászik, mert maga az elektromos cigaretta egy baromi nagy szenzáció, tehát azt a töménytelen mennyiségű életet és cigaretta dohányzás elhagyást, amit az elmúlt 4-5-6 évben világszerte lehetett tapasztalni, ez mind-mind az elektromos cigaretta csinálta, és ez egy óriási szenzáció. Hogy miért nem ezt kapják föl, miért a pánikkeltést, azt nem tudom. Érdekesek egyébként az emberek is, mert nem tudom, hogy mikor te találkozol valakivel, és látják, hogy gőzölsz, akkor mi,
két-három mondaton belül elhangzanak ezek a sztereotípiák. Az egyik ez tipikusan, amit a WHO körbepörgetett mindenhol. A másik az az, hogy akkor ez olyan, mint a vízipipa, nem olyan, mint a víz, de is a vízipipa se egyáltalán, azért, mert van, tudod mi, valami folyadékot látnak benne, és asszociálnak a vízre, mint folyadék, nem, ez nem az, és azt is el kell, hogy oszlassuk egyébként, ezt mindig ugye azt mondjuk, hogy gőz, meg pára, és sokan azt mondják, hogy vízgőz, meg vízpára, nem, ez nem vízgőz, és nem vízpára, van benne elhanyagolható mennyiségű víz is, de gyakorlatilag ugye ez propilénglikol és glicerin, tehát azért jó, hogyha legalább, ha mi elvárjuk másoktól, hogy pontosan fogalmazzanak, akkor mi is tegyünk ugyanígy. Igen. Ezzel kapcsolatban. Mehetünk tovább a következő témára? Ha gondolod, hát Polózait még vesézi az aromák és színezőanyagok kérdését, és az érdekes egyébként, ő mit mondott a színezőanyagokról, mert szerintem az összetevőket tekintve ez a... az elektromos cigarettázók berkeiben is a leginkább sarkosan megközelített pont. Tehát ez az, amire nem, még mi sem mondjuk azt, nem merjük kijelenteni, hogy most ez mindegy, hogy van-e benne, vagy sem. Neki mi az álláspontja? Nagyon érdekes a megközelítése egyébként, és szerintem valamennyire válasz is ad a kérdésedre. Ő azt mondja, az általános szabály az az, hogy akár természetes, akár mesterséges az aroma, mindig feleljen meg a helyi élelmiszeripari minőségi elvárásoknak, rendelkezzen engedélyekkel a fogyasztáshoz. Természetesen ezek a szabályok nem a belégzést veszik figyelembe, de az alapvető tisztasági és biztonsági előírásokat be kell tartani a gyártás során. Természetesen nem feltétlenül szükséges ezeket az elfolyadékokat minden szempontból vizsgálni, hiszen ha nem tartalmaznak toxikus anyagokat, akkor belégzés során sem jutnak a szervezetbe, semmilyen káros anyagot. A színezékekkel ugyanez a helyzet, csak élelmiszer minőségű anyagokat szabad használni. Azok az elfolyadék gyártók, akik ezeket az alapanyagokat használják, semmilyen káros anyagot nem juttatnak a szervezetbe, ezért fontos, hogy ellenőrizzük a gyártó minőségbiztosítását. Amit azért valljuk be, nem olyan egyszerű megtenni, mert hisz bármilyen papírt meg tudunk az interneten lobogtatni a másik felé, hogy mit teszünk bele. Természetesen ez megbízható gyártóktól és forgalmazóktól kell beszerezni ezeket a folyadékokat, mert igazad van, bárki egy tűv anyámkínja doksit meglobogtathat, egy PDF-et kirakhat a websájtjára. Szerintem a fontos ebben a mondandóban az, hogyha alapvetően az aromákban és a színezékekben nincsen toxikus anyag, akkor a vépelés során sem keletkezik varázsütésre bennük toxikus anyag, ergo nem jut az toxikus anyagot a szervezetedbe. A héten olvastam éppen egyébként, ez némiképp elkanyarodik a tárgytól, a héten olvastam már megint az elektromos cigaretta gőzének másodlagos, harmadlagos és x-edleges hatásáról megint előhozták ezt, hogy a kilélegzett gőz mit tartalmaz, és az a szobában vagy bárhol közösségben tartózkodó emberekre milyen hatással van. Erről pont egy másik tanulmány szól, amire majd később térünk rá, de ha már Ricardo Polozánál tartunk, akkor beolvasom, mert ehhez is van egy hozzáfűzni valója. Ejtsünk pár szót a passzív e-cigarettázásról. A cigaretta füstjével szemben az elektromos cigaretta kilélegzett gőze semmilyen káros anyagot nem tartalmaz, néhány esetben nyomokban ki lehet mutatni nikotint. Előkeresem a másik papír, de kicsit nehezebb így egyébként. Tőlem mindig, vagy nekem egyébként mindig az hiányzik, hogy én azt a kutatást várom, mert azt még senki nem tudta, vagy nem akarta, vagy nem tértek még arra ki, hogy azt kéne valahogy letesztelni, hogy abban a belélegzett gőz, mert ugye az sincs bizonyítva, hogy a sok-sok Celsius fok, vagy Fahrenheit, teljesen, hogy milyen mértékegységben számolunk, a sok-sok fokra felhevített fűtőszál és a vívő közeg, az vajon milyen hatással van a nikotinunkra. Tehát lehet, hogy tulajdonképp a nikotinnak egy elenyésző része jut csak el a szervezetünkbe, pont azért, mert egy olyan agresszív és intenzív hevítésen esik abban a pillanatban ott át, hogy nem tudjuk megmondani, és erre vonatkozóan nincsen exakt adat. Nincs előttem sajnos, mert azt az oldalt pont nem nyomtattam ki ebből a friss tanulmányból, de emlékszem a torta diagramra belőle, meg a hozzá passzentott adatokhoz. Felsorolták a tesztelt elektromos cigaretta folyadékokat és a cigarettákat, és
az volt, a számok azt mutatták, hogy egységnyi adagban jóval nagyobb koncentrációban van jelen a nikotin az elektromos cigaretta folyadékban, mint a hagyományos cigarettában. Tehát ez elszívás előtt, ahogy úgy magában az asztalon áll, nagyobb a nikotin koncentráció az e-likvidekben, és utána ennek az elpöfékelése után mérték a levegőben keletkező kibocsátott anyagoknak az arányát, és hát ők ilyen 1% volt a minimum érték, amit méregettek, de hogy alapvetően arányosan kevesebb nikotintartalmú cigaretta kilégzés után keletkező levegőben terjedő kócerájában több mint 3-szor annyi nikotin volt kimutatható, mint az elektromos cigaretta gőzében. Tehát egészen, ahogy te is mondod, meg ugye Farsalinos Doki is ezt kutatta, hogy félórányi cigarettázással, vagy félórányi elektromos, igen, félórányi gőzöléssel lehet annyi nikotint a szervezetbe juttatni, mint egy szál hagyományos cigaretta elszívásával. Igen, dacára annak, hogy az utántöltő folyadékban nagyobb koncentrációban van jelen a nikotin, egészen másképp működik, mind a felszívása, mind a kilélegzett párában, gőzben történő elegyedése. Érdekes egyébként, mert ha belegondolsz, hogy milyen koncentráció van itt, milyen van ott, az egyiket mennyi ideig szívod, a másikat mennyi ideig szívod, és mégis ebben hiába több, ugye azt kéne megtudni, hogy azzal mi lesz. Sarkítok, ez lehet, hogy épp az a kátrányis koksz is, ami lerakódik a fűtőszárra. Ott is megvan bőven az esélyünk, hogy mindenféle színezőanyag és vivő közeg mellett ennek is egy jó része ott lerakódik, és sehova nem megy onnan, nemhogy a tüdőnkbe. Tehát, mert hogyha alapul veszük azt, hogy jóval töményebb az a nikotin, amit mi belélegzünk a gőz hatására, akkor nekünk vagy kevesebb ideig kéne szívnunk, hogy ugyanazt az érzetet keltse, mint egy hagyományos cigaretta, vagy valami nagyon durván nikotinmérgezésünk kéne, hogy legyen, ha az ő gondolatmenetükön, igen, haladunk tovább. Igen, igen. Mert valahol a sokból kevés lesz, és ha ők úgy, vagy ha ugye két verzió van, vagy a sokból sok lesz kifele is, akkor valóban a tüdőnkben kevés marad. Vagy ugye sok megy be, és a vizsgálat is, amit mondtál, ugye azt említi, hogy kevés megy ki, akkor szerintük ennek a tüdőnkben kéne felszívódnia, a tüdőnkön keresztül, de hát ez nem így van, hisz ezt meg a szívás ideje nem indokolja. Igen, 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 teljesen. Teljesen jó pofa a dolog. De nem, ilyen nekem nem rémlik, hogy bárki ilyen tanulmányt végzett volna. Hát konkrétan ezt vizsgálni, hogy ez miért van, az nem volt, de az eredményeket látjuk. Hogy nem így van. Tehát empirikus oldalról megközelítve kijelenthetjük, hogy nem, ez valamiért nem így van. Kitérnék, ha már így mondtad ezeket a káros anyagokat, meg ilyesmiket, kitérnék erre a tanulmányból, kiolóztam egy nagyon rövid összefoglalót igazából, ez a Napokban jelent meg, és azt vizsgálta, hogy az elektromos cigaretta és a hagyományos cigaretta által után használata során a levegőben maradó dolgokból miket lehet kimutatni, egészségre káros dolgokat. És ők azt hozták ki, hogy cigaretta után maradó füst és egyebek az slukkonként 3000 mikrogram egészségre káros anyagot tartalmaztak. Itt nem mennek bele, hogy konkrétan milyen anyagokat vizsgáltak, így összefoglalóan egészségre káros anyagokra hivatkoznak. Míg ezzel szemben az elektromos cigaretták által kibocsátott párában utána a levegőből kevesebb, mint 2 mikrogram egészségre káros anyagot tudtak kibocsátani. Tehát itt 1500-szoros a különbség az e-cigaretta javára. Tehát az egy vastag nagyságrend. Igen, igen, eléggé durva. Azt írják egyébként, hogy 55 féle egészségre káros anyagra tesztelték a levegőt, és ebből 5-öt, az 55 egészségre káros anyagból 5-öt sikerült csak kimutatni az elektromos cigaretta gőzében, de ezek is 50 és 900 szoros
mennyiségben voltak kimutathatóak a cigarettafüstben. Tehát 50 és 1000-szer kevesebb ez a néhány darab egészségre káros anyag. És úgy ugye itt megint a dózisról van szó, hogy amit a Polóza úr is az ólom kapcsán az előbb említett, hogyha azt olvastam, hogy mind-mind azon múlik, hogy mennyivel találkozol. Tehát, hogyha az egészségügyi határérték alatt kimutatható mennyiségben jelentkezik, akkor ettől nem kell félni, mert ha lemész a boltba, akkor több mérgező anyag jut a szervezetedbe. Csak hát persze megint itt, ha gondolunk a bulvár sajtóra, akkor a bulvár sajtó azzal van tele, hogy króm van az elektromos cigarettában, de hogy mennyi, és hogy olyan mennyiségű króm van az elektromos cigaretta párájában, ami igazándiból figyelemre sem méltó, erről már nem szól a fáma. Ez majdnem lehetne egyébként a robbanásveszélyes hidrogén van a vízben. És igen. És kizárólag egyenáram kell hozzá, ami ugye szintén van a háztartásban, hogy ebből durranógáz keletkezzen, és aztán kész a baj. Valamik vannak még itt. Egyébként, amíg keresed, eszembe jutott, nem, sajnos ma futottam bele, mert akartam ma egy ilyen nagyon kedves kis akciót a Facebookon, egy kampányt, egy reklámot, és belefutottam ugyanabba, mint amiben annó te az FV kapcsán, hogy ahogy elindítottam a kampányt, 15 perc múlva jött a piros felkiáltójel, hogy a dohánytermék és azzal összefüggésbe hozható elektromos cigaretta és azzal összefüggésbe hozható egyéb termékek reklámja miatt. Nem tudom, mondjam-e. Akkumulátor volt, és akkumulátor töltő. Jézusom, idióták. Ezt feladtam háromszor. Egészen elképesztő. Illetve küldtem nekik, azt hiszem, hogy két válaszüzenetet, de mivel nagyon a Halloween-re akartam kihegyezni ezt az egész sztorit, ezért délután 14:30 környékén feladtam, mert okafogyottá kezdett válni a dolog, de egyébként bazd meg, kedves Facebook. Egészen elképesztőek a Facebookos figurák, talán szörnyű. Egyébként nem a fogát vertem ki Mujónak, hanem a szájába volt a drip, mert éppen kiszáradta a drip kazánja, és most csepegtet. Amíg csepegtet, addig én előveszem ezt a roppant, semmit mondó cikket. A SourceWire oldalon volt egy nagyon brand new termék, ami ott van szerintem az asztalon, pont egy, talán azaz, igen, nem? Nem? A hátulján, igen. Forradalmi új termék, a Vapestick nevezetű ketyere, amit, hogyha letakarom a Vapesticket, meg a forradalmi ilyen újat, akkor teljesen olyan érzésem van, mint hogyha ez egy Helix lenne, egy Ego 650-nel, sőt, ez az, de megvan mi ebben a brand new, az, hogy meg tudták úgy csinálni, hogy ne lehessen szétszedni, és el kelljen dobni. Tehát adtunk egy pofont még a környezetvédelemnek is. Valóban forradalmi. Igen, tehát ezt így nem nagyon tudom hova rakni. Valóban ez nekik forradalmi lesz, mert bizodalmuk van benne. Azt írják, hogy hát az AVS, mint a neve is sokat mond, Advanced Vaping System. Szóval ezt az AVS nevezetű cuccmót, ezt elég szépen megszórják, 1700 Tesco Express store-ban árusítják, és azt mondja, hogy kombinálják a dizájnt a legjobb összetevőkkel, és így jön létre ez a termék, ez a vaping system. Egyértelműen egy PR cikkről van szó itt ebben az esetben, úgyhogy nagyon, nagyon dagasztják. De az viszont nem elhanyagolható szempont, hogy ugye a Tesco Express az olyan kint, mint nálunk a CBA, tehát minden sarkon van egy jó formán, és irgalmatlan mennyiségben lehet majd a polcokon kapni, és mégsem egy cigi formájú kis butaságról van szó, hanem én el tudom képzelni, hogy ugyan forradalminak ezt az eszközt nem mondanám, de azért valamivel messzebb megy már, mint az eldobható cigaretta formájú kis rettenetek. Úgyhogy beléptető eszköznek a vépelésbe, ez lehet, hogy egy nagyon jó kis vonal lesz. Mert ugye, ha jól megnézzük, akkor ez egy az egyben tökéletesen Helix, és
még az űrmérete is, tehát 2,4 milli, 600 lukkot jósolnak neki, és utána kompletten az egész patron, tehát ez még a kezdőnél is kezdőbeknek való, akit csak egy menetet kell ismerni, hogy kell letekerni, föltekerni, és már is használhatja, és utána két patrononként, tehát gyakorlatilag kétszer 2,4 millinként veheti az új nikotinos patronokat, amiről mondom, tehát gondoskodtak, összeragasztották, összepréselték, ne lehessen ezt megbontani. Mindegy, hát a kis dolognak is örülni kell, ha valakinek ennek a segítségével sikerül az átszokás, vagy a cigarettáról leszokás, mindenképpen üdvözlendő. És akkor mi legyen a következő? Ha már átszokás, akkor üdvözöljük Kern András művész urat is a Vaperek közösségében, ugyanis a héten megjelent hírek szerint ugyan egy kis üröm az örömben, hogy orvosi tanácsra tiltották el az összes egészségkárosító szenvedély űzésétől, úgyhogy ez annyira nem poén. Ellenben megtalálta magának a megfelelő kiskaput, és Kern András elektromos cigarettára tért át a dohányzásról. Örüljünk neki. Egyébként nekem az volt az érzésem, hogy ő már használt elektromos, vagy nem tudom, miért van az a kép a fejemben, hogy őt már láttam elektromos cigarettával, vagy kivel kevertem? Nem tudom. Leonardo DiCaprioval. Lehet. Ezek a színészek olyan egyformák. De én azt mondom, hogy ha Kern András velünk, akkor ki ellenünk? Tudtam volna most kapásvó neveket mondani, de inkább nem, és direkt nem. Inkább nem. De egyébként, ha már a jó híreknél tartunk, ugye Amerikában abszolút hétről hétre jönnek az újabb hírek, hogy ott összeülnek a városházán a gyűlések, és a közterületeken elektromos cigarettázást veszik górcső alá, és sorba tiltják be a dohányzással egy kalap alá véve a vépelés szenvedélyét, és most ennek megállt parancsolt Louisville városa, ahol 8-0 arányban a városházán leszavazták ezt az őrületet. Louisville-ben, az Egyesült Államokban továbbra is halálnyugodtan lehet vépelni mindenhol, ahol dohányozni nem. Éljen a Louisville-i Városhatyák Társasága. Tapsoltam volna két kézzel, de az egyikbe a mikrofon. Tele van móddal a kezem. Igen, mindenféleképpen üdvözlendő ez a cikk is. Melyik legyen a következő? Jó, hogy az annyira összetett. Annyi minden van a fejemben, igen, és kabarog. De ha már Ricardo Polozáról beszéltünk, Ricardo Polozának nagy barátja, olyan kisbetűkkel nyomtattam. Dr. Umberto Veronesi, egy köztiszteletnek örvendő olasz onkológus orvos, aki kikelt és megszólalt a sajtóban az elektromos cigaretták védelmében. Ő is egyike egyébként annak az 50-néhány európai koponyának, aki képviseli az ügyünket. És mivel nem egy útszéli senkiről van szó, hanem tényleg az országában az egyik legelismertebb onkológus szakértő, ezért talán lehet, hogy nem beszél hülyeséget. Nem, talán biztos. Húzd az időt, Charlie, amit gyorsan utána olvasok. Nem, az nem időhúzás, csak ki kell töltenünk azt az időt, amíg az egyik papírosból a másikba átvezetünk. Ez most nagyon analóg adás, úgyhogy itt a legdigitálisabb dolog az a telefon a kezünkben, vagy a módkészülékünk, ami szintén mechanikus, mint mi magunk. Élő szövet a fémvázon. A Vape Ranks cikke volt most, akkor az kilőve. Igen. Jó, akkor részemről ennyi lett volna a cikke közöne. Szerintem még majd egy kicsit kimehetünk a fiúkhoz is élőben egy kis atmoszférát átadni az adáson keresztül, hogy milyen egy ilyen hazai rendezésű történet, ami a klárcsészelésről szól, és előtte, hogyha neked van még valami, amit föl tudnánk itt a nagy érdeműnek olvasni? Jaj, össze kell szednem magamat, mert hogy így papíron van, és nem vagyok hozzászokva, hogy papírról olvassak folyékonyan angolul. Ez annyira 20. századi. Igen.
Van itt egy tanulmány arról, ez szintén a napokban jött ki, de rendkívül pontgyanán fogom tudni csak átadni a benne foglaltakat. Ez azt kutatta, hogy az elektromos cigaretta ízesítések betiltása milyen következményekhez vezet, és arra a konklúzióra jutottak, hogy tragikus következményekkel járna, hogyha az ízesítéseket betiltanák. Egy olyan tanulmányt említ, ami 2 éven át követte az elektromos cigaretta használóinak a szokásait, és egy érdekes oldalról megközelítve a kérdést, azokat vizsgálta, akik megpróbálkoztak az elektromos cigarettával, de aztán abbahagyták az elektromos cigaretta használatát, és tőlük kérdezték azt, hogy miért, és nagyon nagy számban, több mint az egyharmaduk, 35%-uk erre azt válaszolta, hogy azért, mert nem volt megfelelő az ízesítése, nem tetszett az íze. Innentől kezdve tehát eléggé egyértelmű, hogy vitális szerepe van az elektromos cigaretta népszerűségében és terjedésében az elektromos cigaretták sokrétű ízesítésű utántöltő folyadékainak, így hát nem nagyon kéne ezt a kérdést piszkálni, mert baj lesz belőle. Meg nem is, tehát széleszembe fölösleges húgyozni szerintem, ha most megint nincs előttünk ugye számítógép, csak a telefon töltjük vele, valami ezres nagyságrendű számra emlékszem, ami csak Amerikában volt, és csak, vagy 7000 talán, 7000 fajta folyadék, íz, gyártó, ez mind. És számomra ez azért is irritáló, vagy fura, mert például én egy nagyon gyümölcspárti vagyok. Illetve úgy mondom inkább, hogy nem dohánypárti vagyok, azon kívül nekem szinte majdnem mindegy, hogy mit szívok. De miért kéne különbséget tennünk a dohány, ami, én tudom, mert ez egy berögződés, hogy a cigaretta kiváltására van ez, és ezért ennek dohány ízűnek kell lenni, de hát hiszen a dohányos ízekkel is csak megközelítjük a régi emlékeket, hogy milyen a cigaretta, de nem olyan. Nem hát olyan, mert most mit szív szépen? Most kérlek szépen a... Andor szeretni fog Bread of Heaven-t szívok. Druids Brew Bread of Heaven-t egyenesen Wales-ből. Ezért nem akartál adni belőle. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm ezúton is. Andor, csókoltatlak. Egyébként az illata nagyon finom, Andor. Elképesztően jó a cucc. De nem is az a lényeg, hát ugye az aromákat azért szeretik megpróbálni betiltogatni, mert ezzel a hülyeséggel jönnek elő állandóan, hogy a különféle gyümölcs, cukorka és egyéb ízesítések, ezek mind-mind arra vannak, hogy a gaz, galád, elektromos cigaretta cégek elektromos cigarettázásra, majd dohányzásra csábítsák a kiskorúakat, mert nyilvánvalóan egy felnőtt ember nem szeretheti a változatos ízeket. Persze, én sem szerethetem a málnát. Szóval, ami még erről eszembe jutott, meg a leszokásról, átszokásról, az elektromos cigaretta folyadék ízéről, teljesen mindegy, hogy milyen íze volt, mert gyümölcsös volt egyébként a kedves ismerősömnek, akinél a videókat szoktuk csinálni, vagy szoktam csinálni, az édesanyja és az édesapja átszokott az elektromos cigarettára, és ki nem tudott találni, hogy mikor szoktak vissza a cigarettára. Mikor? Egészen véletlen, nem akkor, amikor beszüntették, illetve megtiltották a hazai forgalmazását. Válaszolok neked helyettük igen. Is, de igen. Köszönöm tehát szépen. Ők elérték a céljukat, ezzel ismét a államkincstárat gazdagítják. Köszönjük, Szócska Miklós, bárhol is jársz. Na. Ezt még azt szerettem volna mondani ez ügyben, hogy az ízesítések mennyire fontosak, vagy mennyire nem. Ugye én eleinte, mint általában majdnem mindenki, aki elcigarettázis, vagy elcigarettázásra adja a fejét, az dohányos ízzel kezdi, mert hogy benne van az ember fejében a gondolat, hogy dohányzom, nem szeretnék dohányozni, valami olyan legyen, mint ami hasonlít erre. Ugye, mint te is mondtad, sosem fog hasonlítani a dohányzásra, egész egyszerűen azért, mert hiányzik belőle a kátrány és az irdatlan mennyiségű karcinogén, amit azért inkább lássuk be, jobb kihagyni ebből a képletből. De hogy mostanra így 3 év után oda jutottam, hogy nekem például van 6-7 kedvenc ízem, és ebből hetente általában 3 félét szoktam venni, és aztán következő héten másik 3 félét, stb. Folyamatosan rotálom. Tehát, hogyha megszűnne az ízesítés lehetősége, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok vaper nagyon nagy bajba lenne. Érdekes dolog, amit mondasz, mert ezzel pont azt tudod elkerülni, ami erről sose beszéltünk, de
de ez nem is azt mondom, hogy ez egy kardinális probléma, de igenis előjöhet az, hogy az ember egy ízt szó szerint megszokik, és érzéketlenné válik. Ízvakság lesz, igen. Én ugyanígy jártam az elején a málnával, mert amit itt egy picit túljátszunk az adásban, meg egyébként bárhol, ahol lehet velem találkozni, hogy én mindig málnát szívok, hiszen most sem málnát szívok. Viszont egy idő után nem éreztem. És próbálkoztam egy-két napig más szívni, és mikor visszatértem megint a málnához, mert úgy gondoltam, hogy ennyi elég volt, akkor egy-két tank, tehát 5-10 milli után megint jött ez, hogy nem éreztem. És Petivel beszéltem erről, Mystic Petivel, és mondta, hogy hát két út van, vagy változtatok, vagy az lesz, hogy túlaromázza, amivel megint időlegesen elérhetem azt, hogy túlaromázza, egy ideig jó lesz, érezni fogom, és aztán úgy, mint a drogoknál. Igen. Várjál, mi erre a jó szó? Kialakul. Hát ez a, igen, a kábítószernél van. Rezisztancia. Igen, tehát ez a rezisztancia lesz, és nem fogom érezni. Tehát azt mondja, hogy ő belerak kétszer-háromszor annyit is, aztán egy idő után majd az sem lesz egy elég. Egy idő után a nyers aromát szívod, és hogyha azt is elkezded nem érezni, akkor hova tovább? Igen, akkor jönnek a bajok. Akkor utána majd a piroska málna szörpöt kell bele csorgatnom a tégelybe, és azt kell szívnom. Na, de amire ki akartam lyukadni, cserélgetni kell, megkóstolni új ízeket. Nekem a dohányos annyira nem jött be, én is úgy kezdtem először egyébként, hogy ezzel a hagyományos RY4-jel, és nekem az valahogy nagyon dohányos. És amit még ezzel kapcsolatban nem értek, ugye nekem az dohányos volt. Jönnek az emberek, és mindenféle olyan shopokból, ahol nem ez a fő profil, tudod, csak van. És akkor ott vannak ezek a Marlboro, meg Pellmell, meg a mit tudom is én milyen dohányok. Igen, ami változatosan kiadnak egy-egy magánhangzót a nevéből. És úgy, mint a kínai piacon az Adidas, meg a... Igen. Szóval azok az emberek, akik 10-20 évig szívtak dohányt, és nekik tulajdonképp teljesen mindegy volt, hogy mit szívnak, azok most elkezdenek itt mindenféle egzotikumokat keresni, mert azt hiszik, hogy ha ő életében Marlborót szívott, akkor ez ugyanaz lesz. De neki nem az kell, hanem ugye a Marlborónak persze megvan az íze másabb kicsit, mint a Sofinak, meg a mit tudom is én minek, de úgyis a nikotin fog téged torkon verni. Tehát azt kell jól belőni az elején, nem az ilyen hülyeségeket, hogy mi az a dohányos ízből az a dohány, ami azt hiszed, hogy ugyanaz lesz, és nem ugyanaz. Nagyon gyenge utánérzés az összes dohány, bár így 3 év után most már azért találkoztam 1-2 olyan ízzel, ami nem is igazából cigaretta dohány utánzat, hanem inkább a pipás, mert ugye pipa vonalon lehet azért aromás dohányokat kapni, hogy 1-2 nagyon jól eltalált íz, de hát nagyon nagy különbség ebben az egészben az, hogy az elektromos cigaretta ízét lehet élvezni. Abban nem nagyon van olyan komponens, a nagyon rossz leveseket leszámítva, amiknek ilyen igazi ipari műanyag íze van, de hogy ezeket leszámítva, nincs benne olyan, amit ne lehetne élvezni. Maximum nem a te ízed, de akkor meg lehet találni, tovább kell kóstolgatni, tovább kell keresni. Ahogy te is mondtad, az Egyesült Államokban 7000 féle likvid van, itt Európában sem kevés van, és már egy gyártónak is van akár 30-40-150 féle íze, biztos, hogy meg tudja találni az ember a neki legmegfelelőbb íz, és legalább megvan a lehetősége, hogy keressem. Az a legjobb az egészben, igen. Menjünk rá az olvasói levelekre, mielőtt kimegyünk a tömegbe, a gőzbe. Igen, esünk túl rajta, jó. És akkor szabadon garázdálkodhatunk odakint. Jó, Szekeres Zsolt első kérdése. Nem, bocsánat, nem, ő csak kedvelte. Kinyomtatva ez is, olyan fura ez a Facebook kinyomtatva. Bocsánat. Böknéd a like linket. Igen. Panta Zsolt kérdezte, milyen málnát szívsz, hogy kevered, ha kevered. Szívesen kipróbálnám. A saját kezűleg gyártott modokhoz mit tudnátok tanácsolni? Na, haladjunk sorrendben. Milyen málnát szívok? Mystic málnát. Hogy keverem? Sehogy. Ha keverem, nem keverem. Szívesen kipróbálnám. Mystic málna. Saját kezűleg gyártott modokhoz... Bocsánat, de ez nem valami speckó Mystic málna? Ez a de facto standard Mystic málna?
egész idáig azt mondtam volna neked, hogy ez az, de pont ma volt egy emergency situation nálam, ugyanis a bekészített 30 millis üvegcsémet, ahogy a kocsiból kiszálltam, az aszfalton landolt, és úgy döntött, hogy nem bírja ezt a felületi feszültséget, és elpattant az üveg. Mindegy, én megcsodáltam, hogy milyen az, mikor szétfolyik a betonon 30 milli málna. Úgyhogy beindult a riadólánc, és egy kedves ismerősöm, köszönöm szépen Felhő ezúton is, kisegített engem szintén misztik málnával, de nem az volt. És nem azt mondom, hogy picit másabb volt, hanem nagyon másabb volt, és nem tudtam eldönteni, hogy mi a túróér. Fölhívtam, és azt mondta, hogy na látod, erről beszélek, hogy nem olyan íze van, mint ami az enyémnek. Úgyhogy én azt mondom, mivel én a Petivel is kapcsolatban állok, hogy lehet, hogy azért, amiért mondtam, hogy egy picit ízben én már szegényebbnek érzem, lehet, hogy nekem megmódosította egy kicsit a receptúrát, de azt mondom, hogy igen, misztik málnát szívok. Amit te szívtál múltkor, az... Azaz volt, málna volt. Éreztem azt a kis savanykás málna magot is benne. Ó, de hiányzik ez most nekem, és még hazáig ki kell bírni. Saját kezűleg gyártott modokhoz mit tudnátok tanácsolni? Ez nagyon hosszú szerintem. Saját kezűleg gyártottnál gondolom arra gondol itt, hogy ő otthon elbarkácsolgatna is, és építene egy modot. Nekem annyira nincsen tapasztalatom ezen a téren, hogy nem tudnék okosat hozzátenni. Én azt tudnám mondani. Ez Blacky a múltkor olyan szépen körüljárta, hogy mikre kell figyelni, milyen kábelek kellenek, meg még igen. Vagy mire. Hát az az elektronikus volt szerintem, hogyha valaki, igen, én csak azt tudom mondani, hogyha valakinek van némi elektronikai előképzettsége, akkor természetesen sok utánaolvasással bármit meg lehet valósítani, de nem gondolnám, hogy az lenne a legfontosabb, hogy valaki otthon csak azért, hogy megsporoljon pár ezer forintot, gyártson magának modot, aztán a fene tudja, hogy összejön-e vagy sem, és mi lesz belőle. De ha valakinek van egy érdekes, jó koncepciója, akkor semmiképp ne tartsa vissza magát, mert akár egy teljesen remek prototípus készüléket is előállíthat. És az lesz az egyetlen és megismételhetetlen. Az egy gyűrű, a modok egy gyűrűje, egy mod mind felett. Igen. Lackó Attila kérdése a következő, illetve kérés. Kövezzetek meg, de kicsit helyre rakhatnátok a kezdőket. Olyan kérdéseket válaszoltok meg, amik számtalanszor elhangzottak podcast alatt, számtalanszor ki lett tárgyalva a fórumon, számtalanszor ki lett beszélve Facebook csoportokban, személy szerint engem eléggé lefárasztanak ezek a témák. Ne legyen már senki ennyire lusta, hogy használja a Google-t. Akik meg ide tesznek fel kérdéseket, csak végig kellene hallgatni az adásokat, akár unalmukban, utazás alatt vagy munka közben, és választ kaphatnának a kérdéseikre. Le lehet tölteni az adásokat, mert még nincs internetadó. Oké, megkövezünk. De nem, én azt nézegettem egyébként, hogy olyan szépen ellátod az adásokat tartalomjegyzékkel, hogy igazából nem egy művészet végigszaladni rajtuk és megnézni, hogy az adott adásban elhangzik-e olyan téma, úgyhogy valóban tökre igaza van az úriembernek. Igen, az a baj, amit beszéltünk az előző adásban is, a kérdezni sokkal egyszerűbb, mint keresni. És hát most mit rakjunk helyre az embereken? Tehát tényleg nem lehet, mikor 3 adással ezelőtt beszéltünk valamiről, és megint megkérdezi valami, most erre mit mondjak? Én leszek a köcsög, hogyha az van, hogy bazd meg, erről már volt szó, miért nem figyeltél. Tehát volt olyan, nem olyan rég, aki megkérdezte, hogy lehet az adásokhoz hozzájutni. Hát ott van alul a gomb, hogy ha nincsen, nem tudsz feliratkozni. Bocsánatos bűn, hogyha nincs iPhone-od, vagy Androidod, csak számítógépen letöltöd, ott van a gomb, jobb klik, mentés más néven, és már hallgathatod is. Következő kérdés, Szekeres Zsolt, szerintetek mennyire érdemes használni a gyógyszertári PG-t, VG-t? Ugyanaz a PG, VG majdnem, mint amit ipari szinten használnak, sőt, hát ugye gyógyszertári minősítéssel rendelkezik, hiszen ebből készítenek, ez egy csomó gyógyszernek az alapanyaga, olyan alapanyaga, amit ők készítenek ott a gyógyszerészek, a patikusok.
Tehát én is használtam gyógyszertári minősítésű PG-t, vagy gyógyszerészeti minősítésű PG-t, VG-t, semmi bajom nem lett tőle. Következő Sánta Attila. Szekeres Zsolt mondani valóját kiegészítve, kifejezetten készülhetne egy lista bel, illetve külhoni beszerzési forrásokról levesgyúráshoz. Személyes tapasztalatok ezzel kapcsolatban, pró-kontra érvek. Itt nem az általános dolgokra gondolok, hanem a saját élmények fölelevenítését szorgalmazom elsődlegesen. Erre csak azt tudnám mondani, hogy a fórumon is lehet tájékozódni, illetve ott is van link, ahol mindenki be tudja, ott van egy adott sor, mit tudom is én, a inaverás narancs, és hogy neked hány százalékkal jött be, és azt a, mit tudom is én, 3%-os narancsot, ami 50-50 be van keverve, az neked az 5-ös skálán 1-től 5-ig osztályozva hány csillag. Tehát ez is már megint az, hogy keresni kell az interneten, és megtalálja az ember a választ rá. Aztán Bór András. Engem nagyon érdekelne, amiről sokszor lehet olvasni félszavakat, félmondatokat, hogy a tekerés kidolgozza magát. Feltételezem az eddig megszerzett félinformációk alapján, hogy ez alatt kb. Azt értjük, hogy elér egy bizonyos hőmérsékletet. Blacky is többször említette videókban, fórumon, hogy X ellenállás mellett Y vastagságú húzat használva, Z watton üzemeltetve szépen ki tudja majd dolgozni magát a tekerés. Szerintem itt nem arra gondolt. A kidolgozásra az elsősorban, ha visszaemlékszel, nem tudom, hogy most mivel vattával szívsz most? Üvegszál. Tehát az üvegszálnál volt ez ugye, hogy az új tekerésnél érezted egy tanktól függően egy, mit tudom is, fél egy milli kellett, amíg úgy mondjuk, vagy úgy mondtuk annól, hogy betört az üvegszál, igen, amíg az a pici mellékíz eltűnt, gyakorlatilag az átmenő folyadék kipucolta az üvegszálat. Ezzel játszottunk annó, hogy átfőztük, pláne ezeket a ismeretlen eredetű kínai üvegszálakat átfőztük, tiszta kézzel nyúltunk hozzá, nem zsíros, piszkos kézzel, egészen más volt az íze, ha ember sokat tapizza, a bőréről is mindenféle, akár zsír, a test zsír is rákerülhet, és más lesz az íze. Tehát... Igen, szerintem is itt igazából a tekerésről, mint a komplet egész a vivőközeggel együtt, tehát maga a kazánodban fullos tekerésről van szó, és nem magáról a fűtőszáról. Igen, tehát ott a Blacky ugye, ami régen volt divat, hogy mindig a videóknál ő is eljátszotta, hogy most 3,8 voltól megyünk szépen fölfele, mondjuk 2 voltonként. Igen, adott tekerés, amit te látsz a legjobban mindig magadnak, hogyha egy üvegszálnál azt meg tudtad nézni, hogy megtekertél mondjuk 2,4 ohmra valamit üvegszálra, és ha volt egy varivolt készüléked, akkor láttad, hogy 3,8 voltnál olyan lassan lomhánizzott föl, 4,6-nál már olyan gyors volt, hogy egyszerűen megégette volna az üvegszálat és a likvidet, ami rajta van, és akkor oda-vissza szépen ment az ember, és egyszer csak kijött, hogy mondjuk 4,2 volt az, ahol megfelelően gyors, de nem is éget. Ez volt az, amire Blacky szerintem gondolt itt a videókban is, hogy ki tudja dolgozni. Ez nem a kidolgozza magát, ez az üzemi hőmérséklete, az üzemi... eléri az optimális állapotot. Gyorsasága, igen, amikor eléri az optimális állapotot. Úgyhogy... Ja, itt volt még egy bekezdés, hogy honnan tudom, az általam készített tekerés egy adott teljesítményen eléri-e ezt az állapotot, vagy sem. Ezt te tudod kitapasztalni saját magadnak, kedves András. Megnézed szépen lentről haladva fölfelé, hogyha esetleg wattával játszol, akkor ne az legyen, hogy rögtön az első izzításnál elégeted a vivőközeged, de tényleg, most itt vagyunk. Meg tudod mutatni, hogy mitől van az, amit mondtál nekem, hogy a tekerésben elég a wattád, és csak a jobb meg a bal széle marad? Nem tudom megmutatni, mert most üvegszállal van megtekerve, mert elegem lett persze, abból, igen, hogy a watta elfogy középen, úgyhogy átértem egy ilyen 2 millis magátmérőre, 2 millis fonott üvegszállal, és az most ilyen tök vicces, most lesz szerintem a hétvégén 4. hete, hogy ugyanazt a tekerés használom, mert semmi nem tartott még egy üvegszállal. Üvegszállal. Tehát igen. Nem az, hogy cserélted, hanem tekerés, üvegszál. Mikrokoly marad, üvegszál marad, leégetem, ugye az üvegszálat nem vágja tönkre, hogyha kiégetem. Nem, ki nem mosom, csak nem. Leégetem, leszedem, levakarászom róla. Az még egy kicsit segíthet egyébként.
De hogy ez most ideális, tehát miután kiégetem, és átfolyatok rajta megint egy 1 milli, 2 milli likvidet, olyan, mint 4 héttel ezelőtt. Tehát... Egyébként visszatérve erre, hogy, hogy dolgozza ki magát, hogyha olyan kazánod van, már mint a kérdésfeltevőnek, aki, vagy amilyen kazán mondjuk hozzáférhető, tehát egy RBA kazán, és nem mondjuk egy Helix, akkor ott nagyon jól meg lehet azt is játszani, hogy a száraz tekerést ugye kipróbálod ugye az üvegszállal mondjuk, és izzítasz. És látod, hogy jó. És aztán egy pár csepp likvidet rá. És azt elgőzölöd, de összeszerelés nélkül. És hogyha ez megvan, akkor megint egy pár csepp likvidet. És akkor ezzel eléred azt, hogy azt a fél millit, amit egyébként átfolyatnál rajta, tulajdonképp azt te direktben elgőzölöd ott, és el tudja venni a kellemetlen ízét, amit éreznél az elején. Én azt tudom még hozzátenni egyébként, hogy akkor dolgozza ki magát a tekerés a saját példámból, amikor így fölsóhajtok, és oda fordulok a páromhoz, hogy ezt kóstold meg, ez most nagyon jól sikerült ez a tekerés. Igen, és az egyébként... Egy ilyen RBA-nál mondjuk, mint a Pelzó, vagy bármi más hasonló, nagyon egyszerűen üzemben tartható kazánnál, az se idegesít, ha nem. De mikor mondjuk nekem otthon ott van az Atmistic, amiben egy kerámia csészében egy 3 millis lukba kell valamit beletuszakolni, és azt utána összeszereled, és aztán mondjuk belerakod a varadéróba, és belecsorgatod a likvidet, és óvatosan rárakod mondjuk egy eszközre, és aztán nem jó, akkor a harmadik után már kezdek lusta lenni, és azt mondom, hogy a picsába vele ez így marad a következő tekerésig. Sosem felejtem el a Genesis-eknél, mert én amikor áttértem a modokra, akkor Genesis-szel kezdtem el, és nagyon örültem az ízének, rettenetesen mindenhez képest nagyon tiszta, finom íze volt, én sosem éreztem a fémszöveten a fém ízt, tehát én odáig voltam a Genesis jelenségtől, és amikor tekergetni kellett, és bal lábbal keltem aznap, és megtekerem, és amikor az ötödik tekerést pattint el, amikor rápróbálok. És de az úgy volt, hogy csak akkor pattintottad el, mikor nagyon szép volt, tehát a menetek távolsága, minden tökéletesen patent volt. Abszolút kiállítási darab volt és már. És akkor úgy döntöttél, hogy mit tudom, most belerakok egy újaksit, hogy új tekerés, újaksi, és az újaksi 4,2 volt, egy pak! Ah, fú, de gyűlöltem azt az érzést. Ah. Következő kérdés Drabant Zsolttól. Volt már szó az értelmesebb aksi töltőkről és vagy a kukkarban tartásáról? Vagy ez is noob kérdéskör? Googlizzak? Hát azt mondom, hogy ezt nem feltétlen kell kigooglizni. Értelmesebb aksi töltők. Aksi töltőnél mindig az a lényeg, legyen az kicsi, nagy, egyszerű, bonyolult elektronika. Várjál! Nagyon fázol, remegsz, de miért? Hozzám akarsz bújni, vagy elviseled a... Igazából pössön nem kéne. És azért ráz a hideg szerintem, mert hogy hideg nincsen. Mindjárt befejezzük. Kelletténél egy kicsivel több információ. Már csak 4-5 kérdés, és aztán ahogy kivonulunk, akkor meglátogatjuk az illemhelyet is. Szóval az aksitöltőnél egy a lényeg, hogy megbízható legyen a forrás, és a minőségi aksitöltő legyen, és ne az legyen, hogy tölt, ott hagyod éjszakára, és aztán nem áll le, mikor elérte a cella az üzemi, 4, nem üzemi, ugye a maximumra föltölthető 4,2 voltot, mert aztán jönnek a meglepetések, hogyha odamész és mondjuk túltöltötted, és azt nagyon nem szereti az aksi. Erről azok a remek aksi töltők jutnak eszembe, amik Kínából jönnek, ugye ez az egy darab aksi tölt, és a pont az a kis ilyen kis... Ami 3 mm-re nagyobb, mint az aksi maga. Nagyjából igen, egy ilyen kis fekete valami, amiben bele tudod erőszakolni, és már európai adapter kell ahhoz, hogy egyáltalán bemenjen a videóba. Tehát az az aksi töltő, amire ránézel, és azt mondod, hogy nem mernéd ott hagyni a konnektorba, amíg leszaladsz a boltba, az nem jó. De tényleg minőségi aksi töltőt kell venni, amiben megbízhat az ember, és már pofára is jól néz ki. Mondjuk nyilvánvalóan ez nem egy tudományos megközelítés, de hogy ja, minőségi akutatőkkel. De egyébként pont te segítettél, azt hiszem, az aksitöltős részt fordítani angolról magyarra, és ott és is ott volt igen. Az a rengeteg-rengeteg változó, tehát a töltőáram, hogy mennyi feszültségnél teszi magát kvázi stand-by-ba,
8-10 olyan paraméter, ami egyenként is nagyon fontos, de aztán kialakul a kép, és egészben adja ki azt, hogy igen, ebben az aksitöltőben meg lehet mondjuk bízni, mert nem lesz az. Én ott merem hagyni az aksimat, 4 darab aksit mondjuk, akár egy egész éjszakára. Én nem vagyok az a típus egyébként, hogy ha feltöltődött, rohanok és kikapom. Tehát nekem a 26-650-esek berakom 2 amperre, töltöm, és ez idáig kopogjam le, van itt egy faasztal, soha nem volt semmi problémám a töltéssel kapcsolatban. Én sem, mondjuk nekem ilyen semmi digitális kijelzős, valami sima X-tárom van, ami 2 tölt, és ugye valamelyik korábbi adásban mondtam, hogy a sok akkumulátor problémáról beszélget, és utána jutottam el oda, hogy éjszakára már nem hagyom ott tölteni, és nem az aksitöltő miatt nem hagyom ott tölteni, hanem korábban valamelyik akkumulátoromon vettem észre azt, hogy már egy éve használtam, kezdett elfáradni, ugye a sok meha alul talpkapcsolós nyomkodástól egy kicsit be is horpadt alul, és föltettem tölteni, és valamiért valami másik aksit tettem mellé, és éreztem, hogy irdatlanul melegszik a töltőn az akkumulátor, ami nem a töltőnek a hibája, hanem az akkumulátoré, ezért például én éjszakára már nem hagyom ott. Maximum a legújabb aksika, ha cserélek. Tehát én igazándiból magától az akkumulátortól tartok, és nem a töltőtől. Egyébként eszembe jutott rengeteg, pont ilyen Cloud Chaser fórum a Facebookon, ahol már megint a gondolkozás nélkül kérdezés. Ha látnak valamit a vadi új és nagyon megbízható Sony VTC 3-4-5-ös aksijukon, hogy alul a fóliázás alatt egy picit valami szürke, vagy be van nyomódva, vagy nem olyan az alsó, vagy a felső csatlakozó, vagy érintkező, ami ennek én, és rögtön felrakja a képet. Nem néz utána, nem kérdez, nem gondolkozik, fölteszi, ez jó-e így. És aztán vadidegen ember azt mondja neki, hogy barátom nem, vagy ami még rosszabb, igen. És akkor mi van? Majd esetleg a kórházban a feleségének szól, hogy figyelj már, menj föl a Facebook profilomra, és menj el a Scotthoz, és mondd meg neki, hogy az nem volt jó. Ez hülyeség. Hülyeség. Na, Garamvölgyi Dénes. A múltkori nyelvtanulásishoz hasonló dolog. Ti hogy álltok ahhoz, hogy az emberek egy jelentős része lusta odaírni a hirdetésbe, hogy klón termékről van-e szó? Ezt én is sokszor megfigyeltem Facebookon, és általában mindig ellen kell állnom a kísértésnek, hogy beírjam, mert túl sok helyre kéne állandóan beírni, hogy klón, klón, klón. Én úgy vagyok ezekről, hogy amikor látom, akkor feltételezem, hogy klón, kivéve ha valaki nem írja oda, hogy eredeti. Igen, mert az büszkén odaírja, hogy eredeti. De egyébként szerintem az a szomorú, hogy sokan nincsenek azzal tisztában, hogy klón meg eredeti. Van egy olcsó valamilyen kazán, amit eredeti megvettem. Eredeti fasztekes. Igen, hol vetted? Hát eredeti, hát egy webes boltból vettem, a kína, fasztek. Szóval én, igen, egyszer-kétszer én is odaírtam, és akkor utána indult a beszél, inkább már Flame-nek mondanám, hogy de miért rontod a boltomat? Hát most te komolyan el akarsz valamit adni, úgyhogy eredeti? Nem. Na, már csak 4 kérdés van, gyorsan átpörgettünk rajta. Mi mindig gyanakodjunk a 666-os, a 999-es és a 001-es sorozatszámú klónokra. Sőt, ha 2 rendelsz, és mind a 2-nek ugyanaz a sorszáma, az is némi kételkedésre ad okot. Lehet, hogy csak egy párhuzamos univerzumból pottyant ide. Na, ez viszont neked egy jó hír, mert itt van Blackinek is a kommentje, az -1. Következő. Kocsis Tamás, akucella borítása, ha sérült esetleg teljesen leválik, akkor mi a teendő? Több embernél láttam sima szigetelőszalagot az akucellán. Na, nálam is láthatott például ilyet. Amikor adhok probléma van, akkor az jó lehet. Egyébként meg... Figyelj! Amíg ezt befejezem, addig nyugodtan menj el pössenteni. Egyébként meg ha már valaki annyira élelmes, hogy olcsón akar venni dolgokat, akkor föl lehet menni nyugodtan a fasztekre, és lehet kapni ezeket a hőre zsugorodó csöveket. És ott pontosan ilyen méretkód, tehát oda is van írva, hogy ez 18-650-es akkumulátorhoz mondjuk 2 méter hosszú zsugorfólia vagy zsugorcső. És akkor az ember nagyon óvatosan a régi, vagy sérült borítást azt leszedi róla, levágja róla, természetesen nem úgy, hogy zsilettel nekiáll, és a komplett fémet végig karistolja vele, szépen alányul, megbontja, utána ezt a zsugorfóliát úgy, hogy egy picit alul-fölül túllógjon, méretre vágja,
És ha, hát azt nem tudom mondani, hogy gázlánk fölött, mert mi van, ha véletlen ráesik az akku, az nem jó, hogyha ott mindenféle kémiai kölcsönhatásba, vagy elindul a kémiai kölcsönhatás a tűz által. Bocsánat, innom kell egy kortyot. De vannak ezek az olcsó kis hőlégfúvó készülékek, amiket egyébként használhat az ember arra is, hogy oxidálja mondjuk a tekerését, vagy kilágyítsa a húzalt. Szóval azokkal egy picit megmelegíti, és akkor rázsugorodik. Ezt filléres tétel, tehát ilyen 2 méteres zsugorcsövet lehet kapni pont az említett fasztekről, valami szerintem 1,5-2 dollárért, az nem tétel ezért. Épp azt mondtam, hogy visszajött Krisztián, épp azt mondtam, hogy rendel a fasztekről 1,5-2 dollárért ilyen zsugorcsövet, és azt rárakja, és tökéletes lesz, mint újkorában. Ha csak nincsen valami mechanikai sérülés, mert akkor inkább egy használt elemgyűjtő konténerbe helyezze. Hogyha egyáltalán, ha gyanakodik arra, hogy ez már nem olyan, mint a régi, akkor inkább szabaduljon meg tőle. Most már ráhúzhatunk még 1 órát az adás. ennek. Mindjárt mondom, Lackó Attila nagyon örülne. Igen. Következő, szintén Kocsis Tamás kérdezte, eszébe jutott, hogy még van az agyában. Mi van akkor, ha a tetején levő kis körszigetelő kiesik, elszakad, azzal mi a teendő? Én bevallom őszintén, itt nem tudom, hogy milyen körszigetelőre gondol. Megmondom neked, a 2 kék aksi, amit robbantási céllal pont adtam, ha megnézed, akkor itt ez a borítás lejön, és ez itt, vagy pont a másik. Már majdnem megvolt, hogy itt látszik is. Hogy igen. Ja, igen. Teljesen sima műanyaglap van rárakva és odafogatva a fólia szélével. És itt a plusz-minusz itt már nagyon közel van egymáshoz. Pont ezért is mondanám, hogy ezekkel én már nem kísérleteznék. Én is akkor kezdtem el ezeket az aksikat abba hagyni, amikor még először megpróbáltam visszatuszkolni, és aztán nem kísérletezünk, ha jó Isten se tudja, hogy ez mikor fog itt nekem rövidre zárni. Na, aktuális, hogy itt vagy. Ziegler Feri kérdezte, mi van, mi lesz az FV-vel, mikor jár le a gyűjtési határidő? Hívjuk be Ziegler Ferit, és leverem rajta, hogy miért kérdezte tőlem ilyeneket. November 25-én jár le az aláírásgyűjtés hivatalos határideje. Én arra satszolom, hogy addig nagyjából egy ilyen, megközelítjük a 200 ezer aláírást, tehát az 1 milliónak az 1/5-e jött össze Európa szerte, de erről pont a múlt adásban beszélgettem. Ziegler Feri sem figyel, Ziegler csak kérdez. Sem figyel. Na hát ez szégyen. Tehát nem fogjuk elérni a szükséges aláírás számot ahhoz, hogy foglalkoznia kelljen velünk az Európai Bizottsággal, de a történet nem áll meg, pont a napokban... Történet. Pont a napokban beszélgettem az Európa szerte rejtező egyéb szervezőkkel, hogy hogyan tovább, miután vége, és nagyon agyalunk rajta, hogy neki futunk még egyszer. Eltűnni nem fog, a weboldal megmarad mementónak, hogy itt volt ez, mi is történt, tehát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy bár a célját, közvetlen célját nem éri el a kezdeményezés, azért ez a legnagyobb eddigi határokon átívelő online protesté nőtte ki magát, tehát... Fölkerültünk európai jogi térképére. Igen, akár így is mondhatjuk. Ez most nem sikerült, én be tudom annak... Igen, szomorú, hogy ezt kell mondanunk, de már most is kijelenthetjük. Ez már látszik, tehát a legelején úgy volt, ugye van 1 éved arra, hogy 1 millió aláírást gyűjtsél, és az első hónap után azt számolgattam, hogy napi 3000, kicsivel több mint 3000 aláírásra lenne szükség ahhoz, hogy összejöjjön 1 év alatt az 1 millió. És most ott tartunk, hogy látom, tehát szorgalmasan gyűjtögetik továbbra is az aláírásokat, sőt, egyre többen jönnek, tehát most így a hajrában egyre többen érdeklődnek, egyre többen jelentkeznek kinti boltok, stb., hogy hogyan tudnának becsatlakozni ebbe a dologba, direkt nem mondtam, hogy történetbe. Pedig szép lett volna. És azt látom a napi statisztikákon, hogy napi 300 és 500 között van az új aláírások száma. Tehát az egyébként nem rossz, mert én egy pár hónapja néztem, és akkor volt az, hogy összesítve volt ilyen 100, 150,
jó napok esetén, vagy mikor lehetett tudni, hogy valami kampány futott, akkor 200 fölött egy picivel. Úgyhogy igen, ez, ha azt veszük, akkor ez egészen sok. Ha azt veszük, hogy mennyinek kellene még összegyűlnie, az kijelenthetjük, hogy nem lesz meg. De ettől függetlenül egyébként abszolút melegében van a kezdeményezés, és abba hagyni semmiképpen nem fogjuk. Tehát nagyon agyalunk szervezők azon, hogy hogyan tudunk ennek még egyszer nekifutni, hogyan tartsuk melegen az ügyet. Annak nincsen akadálya, hogy ismét elkezdjünk egy FI2-t. Én azon gondolkoztam egyébként, hogy valószínűleg az a probléma, de ezt már mondtam a múltkor is tényleg. Tehát, na, most dügíts! Ziegler Feri, a kutya mindenit, tessék hallgatni azokat az adásokat. De akkor elmondom még egyszer, hogy újra el kelljen mondani. Hát én azt gondolom, hogy hát Európában számolunk 10 millió vaperrel, ahhoz képest 200 ezer aláírás nem annyira sok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok vaper nem érzi még közvetlenül a bőrén a káros hatását az új európai jogszabálynak. Ez legkésőbb 2016-ban meg fog változni, úgyhogy legkésőbb 2016-ban neki lehet futni újra ennek a dolognak, amikor tényleg nagyon sok ember fogja érezni, hogy basszus, most gáz van. Szép kilátások. Na, én azt mondom, hogy álljunk föl, pakoljuk össze a cuccunkat, és használjuk ki az esemény adta lehetőségeket, és egy picit próbáljunk meg a tömegben vegyülni és beszélgetni. Hát, ha még egy pár értelmezhető mondatot föl tudunk vágni. Rendben, bandázzunk! Na, Mújó, kijöttünk a tömegbe gőzölni. Milyen érzés volt megdrippelni 50 watton? Hát valami elképesztő, de el tudom mondani, hogy 50 watton is tudok akkorát slukkolni, mintha egy egót szívnék. Charlie kiköpött magából egy ilyen 20-másfél köbméter gőzt, úgyhogy nekiugrottam én is, és sikerült kifújnom egy ilyen kisebb kólás üvegnyit magamból. Van még hova gyakorolni. Csak a szívási technika, hozzászoktál a vékony, mindenhez ráraktad azt a kis vékony piricka drippedet. Na ki? Itt van Talon is. Jó, nem rossz. Na, azt mondja Talon, hogy sikerült a verseny? Sokan elmentek. Azt hallottuk ott egyébként a háttérben, hogy mindenki elköszöngetett, de akkor ezek szerint megvan az első helyezett, és megfelelő mennyiségű gőzt köpött ki magából. Mondjuk. Azt lehet tudni, hogy ki volt? És milyen eszközzel? Még nem publikus. Ad a végén. Ja, hogy... Akkor... Nincs vége, még csak a szabad. Várjál, én ott látok valami papírt, odaossanok és elolvasom. Hátra van a köpőfogású szám. Bocsánat. És a papíron semmi nem látszik. Semmi nem látszik. A francba. Tényleg szuper titkos. A másik ő lesz majd mindjárt most a kezdenek. Ilyat. Mindenki. Na itt már látom, hogy itt közben megy a cserebere. Aksi hegyek az asztalon. Megemlítjük a podcastben Sókit is. Ő adott nekem most tiszta végét. Igen, igen. Akkor most már nagy a barátság. Majdnem. Elindultunk a lejtőn lefelé. De egyébként hozzátenném, ahogy el tudjátok képzelni, elképesztő a gőz, mint hogyha egy szaunában lennénk. Remek a hangulat. Nagyi rám mosolygott, úgyhogy belém fagyott a szó. Nagyi valamit akar tőled, vagy kazánt, vagy egy új aksit. Vigyázz! Úgy, elengedünk valakit. Hol vagy, Tomi? Tatár Tomi! Gyere! Bocsánat, elengedünk valakit. Még egy emberkét elengedünk. A legrosszabb helyen állunk, Tomikám. Szia, Charlie! Tatár Tamás egyébként, aki nem látná. Tatár Tamás Magyarország. Tatár Tamás Magyarország. Na, hogy sikerült a verseny szerinted? Eddig egész jól alakul. A második tekerés az már egy picivel másképpen sikerült, mint ahogyan elterveztem. És mivel első versenyem ebben a műsorszámban, versenyszámban, ezért sikeresen elbénáztam az első etapot, remélem a másodikban már jobban sikerült teljesíteni. Mivel indultál most, milyen készülék? Jelenleg a saját készítésű DNA 30-as boxmodommal indulok, és egy házilag felfúrt levegőzésű Nimbus drip kazánnal a Dual Coil-ba.
Eredeti? Egy nagyon hasonló az eredetire. Jó, eredetit nem furkáltam volna. Mutasd a tekerést. Kicsit sok benne a vatta. Fordítva szeretem volna elképzelni a dolgot. Befeledül, onnan jön a levegő, középen följön. Ilyen lett, nem lett annyira rossz. Sőt. Igen, lett, a teszt azt mutatta, hogy egy utolsó helyet simán elérek vele. De ha futottak még kategóriára, akkor ez bőven elég. Unti. Tehát ez... Nem is tudom, hogy hogyan tudnám elkerülni ezt a kategóriát. Na, menjünk tovább, akkor nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Mentem volna Sókihoz, erre nem elrohan. Hát hogy csinálok én startupból a gyerekből? Mi van? Már neki állták gőzölni? Várjál, hol az én? Jaj, a csúnya szavakat nem fogom kisípolni, de nem ismerek szólni nekik, mert nagyon nagy darabok. Hol a készülék? Megvan a készülékem. Igen, elmondhatjuk azért, hogy mindenki próbálja a saját konfigját megtalálni, illetve amit azt gondol, hogy jó, aztán mindig bebizonyítja az élet, hogy nem biztos, hogy az lesz a legjobb. De itt egészen elképesztő felhőket lehet látni. Kiváltképp a versenyzőktől, amint tuningolják a kis jószágaikat, és oda-oda röffentenek egy-egy ilyen testlukkot, majd fölnyitják a motorháztetőt, és még egy kis naftát tolnak a vattára. Nagyon komoly. Szavassa, mi a helyzet? Indultál? Nem. Mit csak lejött és sörözni? Várja, ezt nem hallották. Igen, megbeszélgetni. Azt hittem, hogy valami tartalmasabb beszélgetés lesz itt. Mindenki csak nézi a többieket? Nem, belém fagyott a szó, mert leültél. Hát, nagyon szépen köszönöm. Mi az? Ja, most megkóstolhatom. Megkóstolom Krisztiánnak a... Miért? Gin tonic. Gin tonic. Na, most válik el a búza az ocsútól. Ja, ezt nem tudom úgy szívni. Egy kis níve a krém. Az igazi magyar íz az ázott kulívoszak. Nem rossz egyébként. Csak azért voltam ennyire csöndben, mert kóstolgattam Krisztián, itt nagyon finom volt egyébként. Fordulunk. Bocsánat, hogy belebeszélek itt a beszélgetésetekbe. Az olyan. Mi a helyzet, fiúk? Ti indultok? Bemutatkoznátok? Ott indultak. Én nem indultam, én csak néző vagyok, Kertész Ferenc. Feri nem indult. És te? Én az első fordulóba indultam csak. Köszönjük szépen a nevedet, még nem tudják ettől? Nem tudják? Hát akkor elmondjuk, Okolicsányi Zsolt vagyok. Igen, ő volt a Zsolti, és az Okolicsányi. Hogy sikerült az első kör? Hát én nem láttam a köttől, de hát őket kérem, mert ők látták kívül, a többiek látták. Szerintem az első, hányan indultunk? Négyen, öten, hatan. Az első hatban biztos benne voltam vele. Hogy nézett ki kívülről? Jó volt. Sűrű volt, és ami miatt nagyon jó volt, mert én adtam a módot hozzá. Úgyhogy innentől mi ketten értünk el ezt az eredményt. Jaj, nagyon szoros a szimbiózis. Kazánnal indultam, csak azért... Majd visszakaptam, és... Várj egy picit, csak nem egy Russian 91-jel. Nem, ez nem 91, ezt a Charlie nevezetű úrtól vettem. Nem úrtól, Charlie-tól vettem. Egy Russian nevezetű készülék, egy nagyon jó kis készülék, de nem ezzel indultam, hanem egy Nimbus típusú kazánnal. Eredeti kínai után gyártott Nimbus kazánnal. Na, örülök neki akkor is. Mikor lesz a következő forduló egyébként? Ahogy végeznek a tekeréssel az urak. Senkit nem látok tekerni, csak közvetítenék. Mindenki élvezetből drippelget. Aha, itt még megy a tuning ezerrel. Csak csipeszt látok, modot, görnyedést. Na, megyünk akkor oda, hogy érzi a helyzetét. Szia! Charlie vagyok, ha lenne 2 perced. Nevedet? Dávid, Bruce. Királyság. Na, hogy állsz? Milyen volt az első kör? Hagyd abba, mit csinálsz, és akkor tudsz beszélni. Nagy volt a gőz, viszont én nem voltam megelégedve a teljesítményemmel.
mert sok volt a likvid a vattán, és nem hagyták, hogy még egyszer megpróbáljam. De most jobban felkészülök. Hogy azok is, akik nem voltak itt, hogy nézett ki a dolog, hogy egy sluk és azzal egy kellett bizonyítani? És azzal kellett. Tehát nem volt második esély. Egy sluk és kész. Ezt hívják gyors halálnak. Igen. Na, nagyon sok sikert kívánunk azzal az én esélyeimet javította. Köszönjük. Te esélyeidet? Az, hogy az övét rontotta, azzal az én esélyemet javította. Majdnem, azt hittem azt mondani, hogy az én esélyemet javította, hogy minél kevesebb ember van előttem, és gyakorlatilag akkor a kiesők... Én arra építek, hogy minél többen valamiért kiesnek. Óvd meg őket. De hát gondolom, valami diszkvalifikációt majd kitalálunk valamiért, hogy esetleg ki lehet zárni a többieket. Lehet két kézzel tekerni? Mert ő most annyival csinálja, ha megóvnád esetleg... Nem, egyébként esetlen... az előző tekerésében én is részt vettem, tehát azt négyen. Tehát itt kalákába történnek a fejlesztések. Remek. Team mindenképpen. Akkor, de azt elmondhatjuk, hogy itt derül ki, hogy egy tekerés az nem annyi, hogy megtekerem és már működik is, hanem borzasztó sok mindenem hát múlik. Közel kell működni, tehát ez egy csapatmunka, ez az egyik, és a másik az, hogyha már nem tudok nyerni, mindenkinek a tekerésében részt akarok venni, hogy a nevem megjelenhessen valahogy. Igen. Igen. A Hall of Fame csarnokban ott persze, legyen. Persze, meg hát a csúra csöppen valami. Ez a cél. Ez mindenképpen. Ez azt látom, itt közben hát már... Igen, meg a likvideket nyúlokálom le mindenkitől. Nagy itt helyettesíted? Persze, mindenképpen, hát ugye kell, mert most ő nincs itt. És nem akarom, hogy sokat kell cipelniük hozzá. Elkészült a tekerés, megkeresi a megfelelő pozíciót. Na, mutass egyet! Szív, még mindig. Aha. Nem rossz. Nem rossz, de ennél volt jobb is. Igen. Bekapcsolt készülékkel. Meg szeretném kérdezni, hogy egy testlukkot kérhetek? Drip nélkül? Megnézem én, hogy milyen a... Mert most egy GT Dripper klónján én kérek elnézést. Egy levegőnyílás, az alsót elzártad? Akkor két levegőnyílással. Na, megnézzük. És az íze se rossz egyébként. Fincsi volt, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, köszi. Sok sikert. Köszi. Nem látjátok, mert felvétel nem készül róla képfelvétel, de elmondom, hogy Charlie nagyjából minden kazánt lesmárol drip-tip nélkül ma este. Első a higiénia. Nyilván ezért nyálazod össze mindenkinek a kazánja. Nézd csak oda, kit látok, a másik kedvenc kérdező, keep calm and wave on. Nézd, remek pólója van. Na gyere csak ide, Tomi. Szervusz, Tomikám. Szervusztok, sziasztok. Mutatkozz be, mert ők nem látnak. Kocsis Tamás vagyok, fórumon csak is DCI. Ő az, aki a sok hülyeséget kérdezte, és most is kitértünk rá ugye az aksi témakörre. Igen. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseidet. Indultál? Indultam, igen. És hogy érzed? Hát lehetett volna jobb is, de szerintem ez első körre nem volt rossz. Most a második kör jobb lesz. Mivel? De jól látom, te egy mehamoddal. Én egy mehamoddal, egy king moddal, és hozzá végre. Egy old school, egy igazi rendes old school puritán harcos. Egy mehamod, és hozzá egy Brass Monkey drip kazán quad coilba kötve. Mutatom a kamerának a kazán, de hát sajnos nem látszik semmi. Tőled is meg szeretnék kérni, mert kóstolhatom. Parancsol. Csak a drippet tüntesd el, azaz. Nagyon szépen köszönöm. Várja, megnézem, hol a luk rajta. Nem rossz. Mi van ebben? Citrus mix. Vagy száraz a vatta? Hú. Hát szerintem kezd. Nagyon odavágott a torkomnak. Akkor azért megissza a magáét. Jól iszik szegénykém. Na, figyelj, én akkor azt mondom, hogy neked is sok sikert kívánunk. Ez most olyan fura, hogy mindenkinek ezt kívánjuk, de csak egy ember maradhat, mint a hegylakóban. Ez így van, érdeklődve várjuk. Nem sokára kezdődik a második felvonás, a szabadfogásos cloud chasing, és érdeklődve várjuk, hogy mi lesz az eredmény. És aztán majd hullámzunk. Mi ketten, igen. Csak jó embernek hullámozzunk, nehogy az legyen, hogy a végén meglincselnek bennünket. De te attól függél, még néhány üveg sört elfogyasztok, és magamtól is hullámozni fogok, de akkor nem tudom, hol alszom ma este. Na
és akkor itt zárszóként még a címet kéne megszülnünk, hogy mi legyen. Mondjuk az is lenne, most jutott eszembe, hogy annyira offline-ok vagyunk, hogy a papírok bűvöletében, de valami mementóként, hogy mégis most voltunk itt először kitelepülve, és az első hivatalosan meghirdetett Cloud Chasing Partin. Mindig úgy feladod a leckét. Ja. Mint egy ilyen természetfilm, vagy dokumentumfilm, a felhők nyomában. Na, akkor ez lesz, hiszen nekem is úgy kellett vadásznom, hogy hova kell jönni. Nem elől, ott gyere be, ahol a ki van írva, hogy nem bejárat. Akkor ez legyen a felhők nyomában. Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk. Sziasztok! Köszi, sziasztok!